hogy mennyire nem így van, arra egy nagyszerű példát szeretnék mutatni mindenkinek. Ez pedig egy interjú Rockport településről, Texasból, az egyik állítólagos túlélővel. Szeretném, ha mindenki megértené azt, hogy az, amit mi híreknek hívunk, vagy híreknek gondolunk, ami a médiából érkezik, az egy produkció. Különösen Nyugat-Európában, de Magyarországra is beszivárgott ez. Nem más, mint egy film produkció. Színészekkel, statisztákkal, stábbal. Az egész úgy van összeállítva, hogy egyfajta üzenetet közvetítsen, azt, amit azok, akik uralják és irányítják ezt a rendszert, szeretnének, hogy az emberek gondoljanak. Ennek egy ékes bizonyítéka ez a report a CNN-től. Ugye az már mindenkinek világos, hogy mi a 8-as jelentősége, a 88 jelentősége, a 888 jelentősége. Azt elárulnám, hogy Rockport az 44 a pitagoraszi numerológiában, míg Rockport, Texas szintén 44, ez azonban a káldeusi numerológiában. TX, TX, az pedig Texasnak a rövidítése. A 33-as szám valószínűleg nem újdonság senkinek, legalábbis remélem, hogy nem, akinek igen, az nézze meg a videót, kettő is készült erről. Ugye a report kezdete 6 óra 19 perc reggel, ez Pacific Time PT, 6.19 AM PT, az 33 a káldeusi numerológiában. A 11-es szám és annak minden többszöröse nagyon fontos számukra a kommunikációban, minden ismétlődő betű vagy szám egyfajta kommunikációs eszköz. A 22-es számról szintén volt már szó. Egyébként Harvey's Floods az 55, míg a jelzőbója, azaz Traffic Cone szintén 55. Az, hogy a karosszék mit keres az utca közepén, azt nem tudom, de az, hogy karosszék az maga 44, míg a más hangzók összege 33. Ez az a karakter, akivel az interjú készül, ő az állítólagos áldozat, vagyis túlélő, Aaron Mitchell 44 a káldeusi numerológiában. A hátrafelé fordított baseball sapka pedig szintén a káldeusi numerológiában 33. Ugye, amikor megkérdezi a riporter, hogy hogy vagy, akkor azt válaszolja, hogy holding in there az 55 a káldeusi numerológiában. Mellesleg Aaron ugye egy Aransas Pass resident, ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy Aransas Pass a neve a helynek, de ő ottani lakos, ugye, mint resident. Aransas Pass resident az 69 a pitagoraszi numerológiában, ugye a 6-os és a 9-es tökéletesen egymásnak az ellentéte szimbolizálva az as above, so below, ahogyan fent, úgy lent. Mindeközben ugye alul olvashatjuk a szalag címekben azt, hogy Mexikó ellenáll Trump legutóbbi felhívásának, miszerint neki kellene a határfal építésének a költségeit állniuk. Mexikó az 33 pitagoraszi numerológiában. Közben ugye láthatjuk az Eastern Time-ra váltott az idő a jobb alsó sarokban, ami ugye a keleti ország részben az idő 9 óra 19 reggel, 9.19 AM Eastern Time 33 a káldeusi numerológiában. Időközben megkérdezik, hogy mi is a helyzet vele, hogyan élte túl ezt az idő, ugye 8 óra 20 perc reggel Central Time 22 a káldeusi numerológiában, míg 6.20 AM Pacific Time szintén 22 a pitagoraszi numerológiában, ugye 22 az 88-nak a negyede, 44-nek a fele, erről, amiről beszéltem, így kommunikálnak. De nem csak kommunikálnak, hanem ahogy mondtam, tisztában vannak azzal, hogy a számoknak hatása van az emberekre, és tudják azt, hogy hogyan használják fel ezt a spirituális erőt és ezt a sötét energiát, ami körülvesz minket egy másik, úgymond dimenzióban, abban a dimenzióban, melyben spirituális erők léteznek. Amit elárul az az, hogy elvesztett mindenét, ugye azt a kifejezést használja, hogy I lost everything. I lost everything. It was just
Lost everything. It just. I lost everything az 55 a kádeusi numerológiában. Következő kérdés az, hogy mi történt a családoddal, vagyis hogy hol van a családod, what about your friends and family? What about your friends and family? Where are they at, man? Friends and family szintén 69 a pitagoraszi numerológiában, ugye a 6-os és a 9-es egymás ellentétét jelképezi. Egyébként ez a rák, vagyis angolul a cancer csillagjegynek a jele, míg FF az a pitagoraszi numerológiában 66. 66 azonban, ami érdekesebb, az, hogy a kádeusiban 88. Ugye azt válaszolja erre a kérdésre, hogy nem tudom. I don't know. I don't know, az 44 a pitagoraszi numerológiában. Ezután egy érdekes jelenet következik, úgyhogy mindenki figyeljen oda. Arról beszél, hogy nem tud senkiről semmit, és közben a jól ismert szabadkőművesi jelzést adja, amikor is letakarja az egyik szemét. Haven't gotten a hold of anybody, if my mom and dad... Amit láthattunk, szinte már minden bohóctól, akit ez a rendszer irányít, és pontosan ez volt a jelentősége annak, amit csinált. Hogy tudassa azokkal, akik értik, hogy miről van szó. Hogy ez az egész csak egy színjáték, ez az egész csak egy produkció. És tetszik vagy sem, mindenki benne van, akit valaha híresnek tartottunk és ismertünk. Ahogy mondtam, érdemes odafigyelni, mert ők odafigyelnek a részletekre, és amikor letakarja a szemét, azt mondja, hogy if mom and dad's watching. Nézzük meg. Haven't gotten a hold of anybody. If my mom and dad's watching. If my mom and dad's watching. If my mom and dad's... És mom and dad 33 a kádeusi numerológiában. Ezután a riporter megkérdezi, hogy mi az ő nevük. What are their names in case they are? Betty and Brian. What are their names in case they are? Betty and Brian. What are their names in case they are? Betty and Brian. Betty és Brian. Betty and Brian 44 a pitagoraszi numerológiában 22 a magánhangzó, 22 a máshangzók összege, míg a BB az ugye két darab kettes, illetve a B az a betű, amelyik tulajdonképpen a 8-as helyettesíti, hiszen ugyanolyan alakja van, legalábbis majdhogy nem. A háttérben pedig egy Toyota terepjárót láthatunk, melynek a rendszáma DFL 7157, ami 33 a pitagoraszi numerológiában. Azt javaslom mindenkinek, hogy a linket találja meg a leírásban, és nézze meg, hogy mi az autó rendszáma. De egyébként nem is kell, hiszen látszik DFL 7157, ami ugye 33, mellesleg most elmondja azt, hogy hol voltak legutóbb, és ugye azt mondja, hogy my mom is in Oklahoma. My mom's in Oklahoma. Where were they last? My mom's in Oklahoma. My mom is in Oklahoma, az 77 a pitagoraszi numerológiában, és mom is in Oklahoma, az 66. pitagoraszi numerológiában. Érdekes az is, hogy a baseballsapka hátulján a jól ismerhető szimbóluma található a halálnak és a pusztulásnak maga az emberi koponya, ami mellesleg egy szabadkőműves jelkép, és jól látható ezeken a különböző ékszereken és tárgyakon, mint például ez a gyűrű, vagy ez a szimbólum, ami szintén ugye a körző és a szögmérő, valamint a koponya és a keresztbe tett csontok, ami egyébként a Yale Egyetemnek az egyik híres, mára már nem annyira titkos társaságának is a jelképe, ez maga a angolul ugye Skull and Bones, ami a koponya és a csontok, 3-22 ez a száma, és ez George Bush a fiatalabbik ebben a társaságban. Ugye mindkét Bush a Yale Egyetemen végzett,
ugyanúgy, ahogy John Kerry, az elnök jelölt, aki ellene indult az egyik kampányban, ő szintén tagja volt ennek a társaságnak. Ellesnek, ha már itt tartunk a 3.22-nél, akkor 1 Mózes 3.22 így szól. Akkor Jehova Elohim ezt mondta, most hát az ember olyanná lett, mint egyikünk. Ismeri a jót és a rosszat. Nem engedhetjük meg, hogy kinyújtsa kezét és szakítson az élet fájának gyümölcséből és örökké éljen. Ugye a szabadkőművesség célja az, hogy a tudás által eljusson az istenségig, és egy lehessen a teremtővel, ami számukra ugye Lucifer, a fényhozó, aki elhozta a tudást, és feláldozta a saját lényét azért, hogy az emberiséget segítse, ami természetesen nem igaz, de ez az, ahogyan ők ezt elképzelik, ezért is érdekes az a szimbólum, ami a sapkáján található. Én tudom, hogy néhány ezek közül a dolgok közül furcsának tűnik, és úgy tűnik, mintha belemagyarázás lenne, de dönts el mindenki magának. Ha valaki azt gondolja, hogy ez a véletlen műve, akkor ő úgy éli az életét, ha valaki látja ezeket az összefüggéseket, halleluja, mellesleg a kis kör fülbevaló 36 a kádausi numerológiában. És 36 az ugye 6 darab 6-os, míg a pitagoraszi numerológiában 77. Mindeközben megjelent social media, a szalag címekben social media 33 a kádausi numerológiában. A riporter megkérdezi, hogy mit érdemes tudni Rockportról, és természetesen azzal kezdi, hogy ez egy katasztrófa, ami kialakult itt. It's a disaster. It's a disaster. It is a disaster 33 a kádausi numerológiában. Elmondja azt is, hogy ez egy olyan hely volt, ahol a vakációzni jöttek az emberek és visszavonulni, ugye angolul vacational retreat. It was beautiful. This was a vacation retreat. Beautiful. This was a vacation retreat. Retreat 33 a pitagoraszi numerológiában, 11 a magánhangzó, 22 a máshangzók összege. Vacational retreat 33 a máshangzó, 55 az összege és 22 a magánhangzók összege. Időközben az idő 8 óra 22 AM. Center Time, ugye a 22-es benne van magában, 8.22-be, és 8.22 AMCT, vagyis CT az 22 pitagoraszi numerológiában. Következő jelentben eljátszák, hogy megsérült. Én még egyszer mondom, értse meg mindenki azt, hogy ezek színészek, akik eljátszák a szerepüket. A riporter alapvetően egy színész kell, hogy legyen, hiszen el kell, hogy játszani egy szerepet, ők képzésben részesülnek, ők gyakorlatilag profi színészek, nem olyan professzionálisak, mint azok, akiket a filmekben látunk, ugyanannyira, mint a politikusok, vagy a műsorvezetők, ugyanúgy a riporterek is részesülnek ilyen képzésben. Mielőtt belemennénk ebbe, háttérben a falra Delicatessen Bakery van írva, ami ugye gyakorlatilag egy ilyen pékséget jelöl, ez pedig 55 a kádeusi numerológiában, míg Delicatessen 44 a pitagoraszi numerológiában. Ezután eljátszák azt, hogy megsérült a keze, megégett, és ezt fogjuk megnézni, ezt a jelenetet. A lot of, let me see, you also got injured here a little. Ugye azt mondja, hogy injured, you got injured, azaz megsérültél. Injured az 36 a pitagoraszi numerológiában, ugye 36 mindig érdekes, hiszen az 6 darab 6-os. De ami érdekesebb, az a sérülésnek a jellege lesz. Tell us what happened to you here. It's a second degree burn. Tell us what happened to you here. It's a second degree burn. Happened to you here. It's a second degree burn. Ugye azt mondja, hogy másodfokú égés. Second degree burn az 66 a kádeusi numerológiában, 33 a magánhangzók, 33 a máshangzók összege. Ha már a szem letakargatásánál tartunk, akkor egy pillantást vessen mindenki a pólójára, amit visel, ahol szintén akármilyen karakter is ez, nem túl bizalomgerjesztő, de csak az egyik szeme az, ami látszik.
Mikor megkérdezi, hogy milyen volt ez az egész tortúra, amin keresztül ment, azt válaszolja, hogy úgy éreztem magam, mint Oz, a nagy varázsló, ugye Wizard of Oz. I felt like Wizard of Oz, man. I felt like Wizard of Oz, man. I felt like Wizard of Oz, man. És a varázsló, az Wizard, az 44 a pitagoraszi numerológiában, míg Oz, ugye egy érdekes karakter, hiszen mind az O, mind a Z 7-es, így Oz 77. Elmondja azt is, hogy az egyetlen dolog, ami ilyen megmaradt, az tulajdonképpen a ruhája, ami a hátán van, ez egy kifejezés, clothes on my back. The only thing I got is the clothes on my back and hopefully my dad. The only thing I got is the clothes on my back and hopefully my dad. És érdekes módon ismét csak letakarja a szemét. Clothes on my back, 55 káldeusi numerológiában. Itt pedig ugye arról beszél, kicsit visszamentük az időben, hogy ő itt van Rockportban és vár a szüleire. Ugye azt mondja, hogy in Rockport waiting on you. In Rockport waiting on you. Az 88 a káldeusi numerológiában. I'm here in Rockport waiting on you. I'm here in Rockport waiting on you. Még befejezésképpen megmutatja a sapkát és azt, hogy ki is az, aki irányítja az eseményeket a háttérből. És remélem, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy megértse mindenki azt, hogy akkor, amikor teljesen önfeledten és mindenről megfeledkezve nézi a televíziót, a híreket, a különböző szórakoztatóipari médiákat, akkor tulajdonképpen nem más csinál, mint a programot letölti az agyába. Mind a technológia, mind a technológiának és magának a médiának a pszichológiája úgy van kitalálva, hogy az ember agya befogadja azt a propagandát, azt a programot, ami áramlik ebből a készülékből. Fizikálisan és pszichésen is úgy alakították ki a rendszer, hogy a legmegfelelőbb legyen arra a célra, amiért tulajdonképpen készül. Az pedig nem más, mint hogy az ember a tudatába letöltse a propagandát. Természetesen ez mindig is így volt. Ez soha nem volt másképp, teljesen mindegy, hogy melyik korszakra gondol az ember, a kezdetektől egészen mostanáig, mindig egy céllal alkalmazták ezt, és az pedig az volt, hogy a tömegeket irányítani tudják. Erre való az oktatási rendszer, politika, a tudomány, a szórakoztatóipar, a média, mind-mind egy célt szolgál, az pedig az, hogy a tömegeket irányítsák abba az irányba, amely irányba szeretnék. A tömegek pedig élvezik ezt, és sajnos már a technológia segítségével ez sokkal gyorsabb lett, mind olyan értelemben, ahogyan az információ eljut hozzánk, mind olyan értelemben, ahogyan az emberek ezt az információt képesek feldolgozni. Hiszen rendelkezésre áll kis képernyő, közepes képernyő, nagy képernyő, szemüveg, kivetítő, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a program eljusson az emberek fejébe. És a helyzet az, hogy ez tökéletesen létre is jött, ez a világ, amikor az emberek úgy irányíthatóak, tulajdonképpen, mint valamiféle robot. A cél pedig káosz. Elsősorban káosz a fejekben, ami egy ideje úgy tűnik, hogy kialakult, hiszen az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mi a valóság és a fantázia közti különbség. Elfelejtették azt, hogy az a világ, ami körülveszi őket, az teljesen jelentéktelen. Sőt, nem hogy jelentéktelen, az egy álomvilág, az egy fantázia. Minden, amit a világról tudnak, az okos emberek képzeletének szüleménye, és azt elültették az emberek fejében, azokat a gondolatokat. Mindaz, amit valóságnak hívnak, amiért küzdenek, amit fontosnak tartanak, az csak egy illúzió, teljesen jelentéktelen. Ez az a pillanat, amire készültek évezredeken át. Abban az időszakban élünk, amikor nem kevesen közülünk látni fogják azt, amikor a káoszból és ennek a világrendnek a pusztulásából és a romjaiból újjá születik.
az, amit új világrendnek hívunk, az, amit minden szimbólum reprezentál, ami körülvesz minket, hiszen minden jel ugyanoda utal vissza. Az ellenséghez, ahhoz, aki nem volt képes úgy élni, ahogyan a teremtő azt meghatározta. És az a helyzet, hogy nem volt képes úgy élni, ahogyan csak nagyon kevesen tudnak manapság. És elhitette és megtévesztette az egész világot. Elhitette a világgal, hogy az a fontos, amit látnak, amit hallanak, amit tapasztalnak, amit be tudnak bizonyítani. És mindenki elhitte ugyanazt a hazugságot, amit a kezdetektől fogva mond. Az pedig az, hogy a tudásod révén Isten lehetsz. És a tudás az, amit a világról meg lehet tapasztalni, amit be lehet bizonyítani egyenleteken, amit látunk, amit meg lehet figyelni, amit meg lehet vizsgálni, fel lehet boncolni. És elfelejtette mindenkivel azt, hogy ez a világ mulandó, és mi mindannyian azok vagyunk. És eljön az idő, amikor mindenkinek felelősséget kell vállalni a tetteiért, de nem csak azért, hanem azért is, hogy mivel töltötte az idejét itt. Hogy valóban mi is az, amit itt kutatott. Élvezte azt az életet a szemétdombon, ami néhány évtizedig tart, vagy pedig megpróbálta kideríteni, hogy mi a valóság. Az a valóság, ami szimbólumok, számok, hazugságok, jelek, képletek, zeneszövegek, filmek, transzparensek és szlogenek mögé van rejtve. Ez az az időszak, amikor a büszkeség és a világ szeretete annyira elvakította az embereket, hogy észre sem vették, hogy mennyire téves úton járnak. Ez az, amit Saul, azaz Pál apostol nagyszerűen megfogalmazott a tesszalonikaiakhoz írt levelének második részében, és annak a második fejezetében, mert így szól, és azért bocsátja rájuk Elohim a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!